Karesz azt mondta nekem, hogy szeretné azokat az embereket is megszólítani, akiknek fehér köpenyes az orvosi rendelőben, azt mondta, hogy ez egy nagyon ritka kórkép, nekik is a bizalmat, a hitet, a reményt és az új tudást átadni. Fogadják ezt szeretettel. Nagyon-nagyon köszönöm, Réka, a nagyszerű felvezetést. Nincs értelme idegen szavakkal bombázni az embereket, mert tényleg az lenne a lényeg, hogy megértsük azt a gondolkodásmódot, azt a logikát, amely során ezeket a dolgokat is meg fogjuk érteni. Természetesen be fogom mutatni, hogy mit ír róla a mai medicina, és mindannyian meg fogjuk érteni, hogy a mai medicina szakszavai mögött valójában mit is kellene értenünk. És ha ezt meg tudjuk csinálni, és főleg, ha néhány szakember is hallgatózik ebben a webkonferenciában, akkor talán sikerül átadnom azt a szándékomat, hogy érdemes leegyszerűsíteni az elkomplikált kórképeknek a megfejtését. Érdemes tudni, hogy mire kell a betegeknek a figyelmét felhívni, és laikus embernek azért érdemes ezekről hallani, hogy el se jusson idáig, hanem a legfontosabb megoldásokkal tanuljon meg egészségesen és boldogan élni. Nos, nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megértsük először is, ezt a logikus gondolatmenetet kell megismerjük, amit hát Hammer doktor életének és munkásságának köszönhetjük. Hammer doktor életéről és munkásságáról egy külön webkonferenciát lehet megnézni. Egy csodálatos emberről van itt szó, aki nem csak orvos, hanem teológus is, meg fizikus is, meg fantasztikus feltaláló, aki az egyetem elvégzése után már a találmányaiért kapott jogdíjakból tudta biztosítani a családjának az ellátását. Felesége szintén orvos, és 4 gyerek édesapját látjuk ezen a képen. Hammer doktorék a térítésmentes gyógyítást választották életük céljául, és ezért Olaszországba telepedtek ki családostól, hogy ott Nápolyban a szegényeket ingyen gyógyítsák. Tehát egy ilyen emberről van itt szó, és erre az emberre a médiák mindenféle szemétséget ráhordtak, de hát Hammer doktor a munkásságában ezt nem akadályozta, hogy mit mondanak róla, ő végezte a dolgát. Igen, de a legnagyobb tragédia, ami életében érte, legalábbis az első tragédia, mondjam így, ami az életében élte, az a 19 éves fiának az elvesztése volt, minek utána a szavolyai herceg, az olasz trónörökös erősen ittas állapotban 2 pisztolylövéssel halálosan megsebesítette, míg ez a 19 éves fiatalember aludt egy kikötőnek a csónakjában. A részleteket Hammer doktor életéből és munkásságából megtudhatjuk. A lényeg, hogy nem hal meg azonnal, 111 napig küzd az életéért, ő is, Dirk Hammert látjuk itt ezen a fényképen, az édesapja is, 19 műtéten megy át ez a fiatalember, és végül 1978. december 7-én meghal az apja karjai között. Nos, ez egy döbbenetes dolog, én azt hiszem, szülőnek ennél nagyobb trauma az életében nem hiányzik, mint az, hogy a gyereke meghaljon a karjai között, és el kelljen temesse. És ez a trauma, ez a lelki megrázkódtatás oda vezetett, hogy 2 hónapon belül, tehát 79. februárjában Hammer doktornak már heredaganatot diagnosztizálnak, és az akkori tudásával beleegyezik a műtétbe, de kemó és sugárkezelés szóba se jöhet, és amint ő szó szerint leírja, pokoli kínok következnek. Nos, már is megjegyezném, hogy ezek a pokoli kínok, ezek a gyógyulásnak a tünetei voltak, amint erre utólag Hammer doktor is rájött, és a kollégái hiába csak 1% esélyt adtak a túlélésére. Ez a fantasztikus ember, ez felépül, meggyógyul, és már 81-ben egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, mint belgyógyász, főorvos. És természetes, ő, mint aki daganatból felépült, meggyógyult ember, felteszi a kérdést a betegeinek, hogy és az önök életében a daganat megjelenése előtt nem történt valami nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás?
ami váratlanul érte önöket, és ezt az egészet magányosan élték, tehát köpni nyelni nem tudtak ebben a helyzetben. És hát természetes, hogy a válasz mind a 200 megkérdezett paciensnél igen volt. Hammer doktor nyilván német precizitással összegyűjti az adatokat, rendszerezés, rájön, hogy ez a közös nevező minden daganat megjelenésében, amit a fiáról Dirkheimer szindrómának, DHS-sel rövidítjük, Dirkheimer szindrómának nevezünk. Tehát mindig egy nagyon súlyos, váratlan félelemről van szó, amiben beleragadtunk és magányosan éltük ezt meg. Ennélkül nem indul el az agy közvetítésével egy szervi válasz. Szóval a lélek agyszer tengelynek a leírása az a fantasztikus paradigmaváltás, amit végre a medicinának el kellene fogadnia, hiszen nem tudja megcáfolni, már akkor se tudták Hammer doktornak az első természettörvényét sem megcáfolni, de hát mondjam azt, hogy természetesen, ez nem természetes, de sajnos ilyen világban élünk, feltették Hammer doktornak a kérdést, hogy vagy visszavonjam mindazt, amit kijelentett, vagy a munkahelyéről elballaghat. Természetesen Hammer doktor látta és érezte a kollégáknak az ellenszenvét és a működését, és ezért ameddig dolgozni tudott, rengeteget, éjjel-nappal a betegeket kérdezte ki, és vetítette össze a konfliktusukat, a megélt konfliktusukat a szervi válasszal. Ugyanis a lélek agyszerv tengelyen, ha látom a szervi választ, akkor meg tudom fejteni, hogy mi volt a lelki megrázkódtatás. Az agyi CT-n természetesen a lenyomat ott lesz, ezt mindjárt meglátjuk. Vagy ha valaki megmondja, hogy mitől fél, akkor el tudom neki mondani, hogy az agynak melyik részében van egy Hammeri góc, és milyen szervi elváltozással fog ez járni. Nagyon lényeges, hogy ebben a váratlan pillanatban, amikor minket egy erős félelem tölt el, rögzítjük a körülményeket. És ezek a körülmények, vagyis sínek lesznek azok, amelyek emlékeztetni fognak minket a feloldatlan konfliktusra, és ez fogja biztosítani számunkra a krónikus betegségeket. Nos, a sínek, mikor megjelennek, már nem kell újra megéljük a konfliktust, teljesen lazán, a legnagyobb nyugalomban ülünk, és mondjuk kiugrik a vérnyomásunk. Miért? Mert valamit láttunk a tévébe, ami emlékeztetett minket valamire, amit még azóta se oldottunk föl. Ezeket a biológiai programokat Hammer doktor nagyon, de nagyon logikusan értelmes biológiai külön programoknak nevezte, mert az értelme mindennek, ami bennünk történik, a túlélés és a fajfenntartás, és külön program, ami különben nem indul el, csak ha mi elindítjuk, illetve nem állítjuk le. És ha tudjuk azt, hogy hogyan tudunk elindítani magunkban egy daganatot, vagy bármilyen ehhez hasonló biológiai választ, akkor nem az lenne a logikus, hogy leállítjuk ennek a programnak a folytatását? Ehhez csak annyit kellene tennünk, hogy minden esténket, mondom, minden esténket lezárjuk békével, megbocsátással, elengedéssel, és aki hajlandó a napi történetekből, abból is, ami nagyon, de nagyon kellemetlenül érintette őt, megkeresni azt a pici jót, amit ebből tanulhatott, akkor az valójában érzelmileg fogja elengedni a mai napnak is minden kellemetlenségét, de ha megnézzük a Kovács Nikolettel készült riportot, amit 3 napja tettem ki a weblapra, akkor látni fogjuk, hallani fogjuk azt a megoldási kulcsot, amivel minden nap este békével lezárhatjuk a napjainkat. Igen, csak tetszik nekem, hogy 3 nap alatt már több mint 7300 megtekintése volt ennek a riportnak, és ne feledjük, hogy egy olyan páciensről van szó, aki nem járt nálam tanfolyamon, nem volt konzultáció nálam, de megismerte a germán gyógytudomány 5 természettörvényét, és ez számára megadta a megnyugvást, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, az értünk történik, és nem ellenünk. És csak annyit kellene megengednünk, hogy a biológiánk befejezze a gyógyulási folyamatot, de ezt a következőkben fogjuk megérteni valójában.
Tehát ami nagyon lényeges, hogy nem újjék el nappal haragunkkal, és ha ezt megértettük, akkor, és csak is akkor fogjuk tudni elkerülni a krónikus betegségeket. Nos, nagyon lényeges kérdés az is, hogy mindenki számára a saját megélése az egyetlen valóság. Soha nem a történet számít, hanem hogy én abban a történetben mit éltem meg, hogyan reagáltam rá. Igen, mondom, reagálás, mert ez egy biológiai válasz. Az alapvető félelem, ami bennünk van, ez az, amire mi adunk egy biológiai választ a körülményeknek megfelelően, de van, aki folyamatosan minden sikertelenségből azt a következtetést fogja levonni, hogy ő már megint semmire se jó, ő neki meg kell felelnie, ő neki ez meg az a baja. Ez önleértékelés. Lehet, hogy valakinek az a reagálása, hogy ő mindenkitől távol akarja tartani magát, és ez az elválasztási konfliktus, ami aztán majd hozza a bőrtüneteket, amelyekről majd a továbbiakban mi is itt látni fogunk egy-két gyönyörű képet. Vagyis a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, és ezt azért teszem ki a weblapnak a főoldalára, hogy megértsük, hogy csak ő fogja tudni érzelmileg elengedni a félelmeit, vagy beteg marad. Mi abban tudunk segíteni, hogy ezt hogyan oldja meg. És itt láthatunk már is CT képeket, mert mondtam, hogy minden lélek-agyszerv szintjén megy végbe. Schámer doktor folytatja a kutatást természetesen, és a második természettörvényben igazolja, hogy minden ilyen értelmes biológiai különprogram két fázisban zajlik le. Van egy konfliktus aktív és egy megoldást követő fázis, amit itt grafikusan ábrázolva látjuk. A vízszintes tengely az az idő tengely, és ameddig a DHS nem csapódik be, hát addig nappal a szimpatikus, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer hatását fogjuk megtapasztalni, mert ugye a szimpatikus idegrendszer a nappali megoldásokban segít nekünk, hogy így mondjam, a paraszimpatikus idegrendszer éjszaka pedig segít visszaépíteni mindazt, amit nappal lebontottunk, helyre rakni a dolgokat. Ez a két említett idegrendszer az autonóm idegrendszernek a része, vagyis a vegetatív idegrendszeré, ma már így nevezik. Ez az, amiről mi nem tudunk, mert nem kell tudjam azt, hogy ebben a elmúlt egy percben hányat vert a szívem, vagy a vékony belemnek a 26. centije most keresztbe vagy hosszába áll, nem kell tudja, mennyi vizelet van a hólyagban, majd szól a biológiám, ha üríteni kell. Tehát ezek azok a belső, maguktól működő rendszerek, dolgok, amelyek természetesen mit fognak csinálni, alkalmazkodni fognak ahhoz, ha én érzelmileg benne ragadok egy konfliktusba. Tehát amikor becsapódott a DHS, látjuk az első függőleges vonalon, akkor azt látjuk, hogy a kék színű mező az igencsak megemelkedik, és folyamatosan ez fog fennállni, vagyis a szimpatikus idegrendszer túlsúlya. Nem kell ezt megtanulni, ezt mindenki megtapasztalta már, amikor feszült, ideges, zakatol az agya, ketyeg a szíve, emelkedik a vérnyomása, ha elalszik, felébred, vagy nem is tud elaludni, mert még mindig azon kattog az agya, hogy mi történt valójában. Nos, ezeket a stressznek nevezett helyzeteket mindenki megtapasztalta már szerintem, és ne feledjük, hogy akkor a fenti CT képen már igazolható, hogy megtörtént egy konfliktusnak a becsapódása, de még nem jutottunk el a megoldáshoz. A konfliktus megoldása a KM-mel jelölve azt jelenti, hogy a biológiánk helyre teszi mindazt, amit a konfliktus aktív fázisban a túlélésünk érdekében megtett, mert itt egy biológiai segítséget kaptunk a túlélésre, ezt ne feledjük el, többnyire tünetmentesen, és ezért nem érezzük magunkat betegnek, csupán annyit mondunk, hogy stresszes az életem. Amikor megtörténik a konfliktus megoldása, és ugye jó esetben érzelmileg zárjuk le azt, amit érzelmileg egy félelemmel indítottunk el, nos, akkor jön a megoldást követő fázis, és látjuk, hogy ennek három szakasza van,
az exudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Az exudatív fázisban látjuk, hogy a piros szín dominál, nem véletlenül, mert itt jelennek meg a gyulladással kapcsolatos tüneteink, a rubor tumor, calor, dolor funkció lezár, ugye ezt már minden régi hallgató tudja, hogy mit jelent, a rubor az, hogy piros, a calor, hogy meleg, a tumor, hogy duzzad, a dolor, hogy fáj, a funkció lézer pedig, hogy nem működik rendesen. Tehát a gyulladás tüneteit mindenki megtapasztalta, elég, ha egy ízületi gyulladásra, vagy egy fogfájásra gondolunk. Mert igen, mikor fáj a fogunk, akkor éppen megoldási szakaszban vagyunk, amikor fáj az ízületünk, akkor is a szervezetünk már gyógyítja azt, amit a konfliktus aktív szakaszban mi elszabályoztunk rajta, és ekkor rohanunk orvoshoz, hogy valamit adjon, hogy ne szenvedjünk. Az nem probléma, ha fájdalmat csillapítunk, de nem mindegy, hogy mivel. Nyilván a fájdalomról külön webkonferencián tájékozódhatunk, szólni fogok még néhány alkalommal, hogy részleteket, további részleteket hol találunk meg. Aztán elérkezik az epileptoid krízis, ami nem véletlenül olyan magas kék háromszög, ugyanis itt újra fogjuk élvezni az egész történetet. Vagyis, mint egy filmszerűen lepereg az esemény, lehet, hogy éjszaka álmunkból erre fogunk felébredni, hogy te jó Isten, és rájövünk, hogy jaj, csak álmodtam. Ez még a legenyhébb dolog, de amikor az epileptoid krízisben mondjuk megáll a szívünk, vagy 140-nel pörög, vagy éppen nem kapok levegőt, mert tüdőembóliám van, vagy vesegörcsöm, epegörcsöm, mélyvénás trombózisom, akkor nyilván, hogy komolyabb dologról van szó, de vajon mitől függ az epileptoid krízisben a tünetek hevessége? Hát, csak tőlünk. Vagyis, ha lezárjuk a napjainkat békével, vagy teszem azt másnapra, akkor az epileptoid krízisnek a tünetei nem lesznek hevesek, nem kell orvoshoz rohangáljunk, nem fogunk napokig, hetekig gyulladásos tünetek miatt szenvedni, tehát ezek nagyon lényeges dolgok, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Igen, amikor túl vagyunk az epileptoid krízisen, már túl vagyunk a gyógyulásunknak a felén. És az epileptoid krízis nem szivatás a biológiában, kérem szépen, ez azért van, hogy az agyirelékből az ödéma kiürüljön. Ugyanis látjuk az alsó CT-k éppen nyillal megjelölve két helyen is, hogy ottan sötétebb foltokra mutatnak a nyilak, vagyis ödéma alakul ki az agyi központban az exudatív fázis alatt, és ezt az ödémát az epileptoid krízisben fogjuk kinyomni a szervezetünkből, és természetesen a legfontosabb ugye az agyirelének a helyrehozatala. A víznek a kiürítése nem csak agyi szinten, hanem szervi szinten is megtörténik, ezért fogunk többet vizelni, mint amennyi folyadékot megittunk, és utána jön újra egy meleg tünetekkel járó helyzet, amikor már jó a hangulatunk, jó az étvágyunk, de a fene megette, olyan fáradt vagyok, hogy én képtelen vagyok az ágyban megfordulni. Tehát ez az extrém fáradtság, ez pontosan azt jelzi, hogy várjuk már ki, hogy meggyógyuljunk. Nem most kéne kétségbe esni, nem kéne újra leírjuk önmagunkat, hogy olyan vagyok, mint a mosott kaki, tehát megint ez egy fantasztikus dicséret önmagunk számára, és kezdem előről az önleértékelést, hanem örülnünk kéne annak, hogy ott vagyunk a gyógyulásnak a legvégén, és most már még csak pár nap, vagy pár hét választ el minket a teljes gyógyulástól. Nyilván ezen lehet segíteni a My Studenten Mayhem című archaikus varázsdallamnak a hallgatásával. Ez is egy külön webkonferencia, tessenek megnézni a My Studenten Mayhem a gyakorlatban című előadást, és akkor meg fogjuk érteni, hogy ez a csodálatos dallam, amit Hammer doktor a feleségének írt a 20. házasság évfordulójára, ez egy olyan csodálatos dallam, ami erre a görbére, vagyis a Hammeri iránytűre, vagyis a biológiai folyamatokra, ugye szervi szinten tökéletesen tud hatni, és a biológiánk fantasztikusan engedelmeskedik ennek. Több webkonferencianyagot is találunk ebben a témában, akit érdekel, utána néz. Tehát, ha megértettük azt, hogy két szakaszban zajlik le minden, akkor annyi dolgunk van, amikor a fájdalmak megjelennek az exudatív fázisban, hogy nem esünk kétségbe, nem esünk pánikba,
hanem örülünk a gyógyulásunknak. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert látni fogjuk, hogy milyen tökéletesen képesek vagyunk elakasztani a gyógyulásunkat, és abból lesznek a krónikus betegségek. A harmadik természet törvényben Hammer doktor megfejti, hogy mi is történik a konfliktus aktív és megoldási szakasz alatt, szervi szinten természetesen. Ugye mindenki egyetért azzal, hogy sejtekből van felépítve a testünk, és ezek a sejtek működnek egy életen át. Nyilván, ha nem működnek, akkor már holttestről beszélünk. Tehát ameddig élünk, addig a biológiai testünk a túlélés érdekében három dolgot képes csinálni, vagy szaporítja a sejteket a cél érdekében, a konfliktus aktív szakaszban látjuk, vagy sorvasztja a sejteket a cél érdekében, a túlélés érdekében, vagy a működést fogja módosítani, azaz fékezni. Tehát ezt tudja a biológiánk nyújtani a konfliktus aktív szakaszban, amikor mi csak annyit érzünk, hogy stresszes az életem, teli vagyok feszültséggel, nem tudok elaludni, nincs étvágyam, és lefogyok. Láthatjuk azt is, hogy ez a sejt szaporítás, sorvadás vagy működésgátlás nem magától, nem véletlenül megy végbe, hanem bizonyos agyi központok, illetve az agynak bizonyos része az, ami ezeket a sejteket vezérli egy életen át természetesen. És azt is látjuk, hogy a megoldás követő fázisban teljesen logikusan, ha túlságban van az a sejteknek a száma, akkor le fogjuk bontani a felesleges sejteket, tessenek megnyugodni, senkinek nincs egy felesleges sejtje sem, ebben a pillanatban sem. Ha sorvasztással indítottuk a túlélési programot, akkor természetes vissza fogjuk építeni, és ha a működésváltozás történt, teszem az valamilyen bénulás lépett fel, vagy cukorbeteg lettem, a működést helyre fogjuk állítani a megoldást követő fázisban. Igen, ha megnyugszom, és ha ezt megengedem a biológiámnak, akkor meg is teszi. Igen, ám csak nehéz elfogadni az embereknek, hogy az, amit mi eddig betegségnek neveztünk, az épp a gyógyulásnak a tünete. Itt látjuk tehát azt a négy agyi részt, ami a sejtek működésére, vagyis a sejtek számára hat, és mindenre hogy jött rá Hammer doktor? Hát úgy, hogy visszalapozott 1986-ban egészen az embriológiáig. Ne felejtsük el azt se, hogy 1985. április 12-én a felesége is meghal Hammer doktor karjai között. Ez egyszerűen döbbenet, és ez az ember folytatja a munkásságát, folytatja a kutatást, mert érzi, tudja, látja, hogy itt van a megoldás. Szóval én csak próbálom Hammer doktor emberi nagyságát kiemelni, mert egyszerűen ez döbbenetes, hogy mit fedezett fel az emberiség számára. A baloldali képen látjuk hosszanti metszetben a három csíralemeznek az ábrázolását Hammer doktor színeivel, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva. Azt tudnunk kell, hogy mindannyian, akik itt vagyunk és hallgatjuk a webkonferenciát, egy megtermékenyített petesejtből hoztuk létre a szervezetünk összes sejtjét, és hát ezek nem véletlenül alakultak úgy ki, ahogy kialakultak, mert ebből a megtermékenyített petesejtből alakult ki aztán ez a három csíralemez, amit Hammer doktor ezzel a három színnel jelöl. Nos, belül látjuk sárga színnel a belső csíralemezt, vagy endodermát, és azt is láthatjuk, hogy az ide tartozó sejteket az agytörzs irányítja, szintén sárga színnel jelölve, láthatjuk hosszanti és keresztmetszetben ezt az idegi központot. Most ennek a sejtrétegnek az a feladata, hogy biztosítsa a mi túlélésünket, és ha belegondolunk abba, hogy mi szükséges a túlélésünkhöz, akkor megdöbbenünk. Nem kell hozzá más, csak levegő, víz, táplálék, fény és hang. És kérem szépen, ezzel azt hiszem mindannyian rendelkezünk. És mégis hány falat konfliktust el tudunk indítani, az egyszerűen döbbenetes. Igen, mert falat konfliktusoknak nevezte Hammer doktor azokat a konfliktusokat, amit ezeknek a megszerzésére elindítunk mi a szervezetünkben. Ne feledjük el, hogy falat minden, amiről én azt gondolom, hogy nekem kell a túlélésemhez. Nem csak a reggeli ebéd vacsoráról és a liter vízről van szó, mert levegő, azt gondolom, mindenkinek adott,
a fény meg a hang is, hanem arról van szó, hogy a biológiám ezt egy az egybe értelmezi, ha nekem úgy gondolom, hogy a túlélésemhez kell egy új munkahely, vagy egy nagyobb fizetés. Úgyhogy jó lenne megnyugodnunk, hogy a túlélésünk az messze menően biztosítva van. Sokkal inkább, mint bármilyen más területen élő embernek. Nos, a piros színnel látjuk kívül a sejteket, és ez ektoderma vagy külső csiralemez. Ezt az agy kéreg vezérli, azt is piros színnel látjuk, és látjuk a keresztmetszeti képét, vagyis a koponyalappal párhuzamosan készült síkban, a jobb felső sarokban láthatjuk az agykéregnek néhány reléjét, amelyek most éppen a birtokzónában vannak bekarikázva, de ezzel most nem foglalkozunk különösebben. Mindenről van külön webkonferencia, a falatkonfliktusokról, az agykéreg által vezérelt birtok és elválasztási konfliktusokról külön-külön, és ezek mind-mind megnézhetők. Igen, mert az agykéreg a birtok és elválasztási konfliktusokat vezérli. Az elválasztási konfliktusokra utal az a piros nyillal, a piros színű baba, mert ugye a bőrünk az, ami elválaszt minket a külvilágtól, és minden elválasztási konfliktus a bőr felszínen fog megjelenni, mégpedig a felhámban. Ne felejtjük, hogy a bőrünknek három rétege van. A bőrrel kapcsolatos biológiai programokról is külön webkonferenciát nézhetünk meg, tehát van a felhám, az írha és a bőraja, tehát itt a felhámról beszélünk, ami piros színnel van bejelölve. Az elválasztási konfliktus annyit jelent, hogy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, ha valaki közelebb kerülne hozzám, és minden ilyen megélésben a felhám lesz érintett, természetesen a tartós bőrbetegségekhez meg kell tanuljuk elakasztani a biológiai programnak a kifutását, vagyis a gyógyulást. Megmutatom, hogy ezt hogyan tudjuk megcsinálni tudatlanul. De közben még van ott egy narancssárga csiralemez is, látjuk, hogy egyik része a sárga, másik része a piros sejtrétekhez tapad hozzá, és ez nem véletlen, mert a középső csiralemez vagy mezodermának azok a rétegei, amelyek a sárgához, a belső csiralemezhez tapadnak, azokat a kisagy fogja irányítani, és látjuk, hogy az agytörzs és a kisagy jó szomszédságban élnek egymással, ezeket együttesen úgy hívjuk, hogy ősagy, és ezek lesznek azok, amit az előző képen már látunk, hogy sejtszaporítással indítják el a programokat. A sejtszaporítás indul el a vélt vagy valós támadások, félelmek kapcsán is, ezt a kisagy vezérli, és ilyenkor az írha, a burkok, hasártya, mellhártya, szívburok lesz érintett, plusz nagyon sokáig és intenzíven fennálló aggódás elindítja a mellnek, a tejtermelő sejtjeinek a túlszaporodását, ami a melldaganatnak az egyik fajtáját, az adenokarcinomát fogja létrehozni. Látjuk a kisagynak a hosszanti és keresztmetszeteit, a kék színű nyíl pontosan arra a relére mutat rá, ami egy melldaganat során a CT-képen mindig látszani fog. A narancssárga középső csiralemez másik része a piros sejtekhez tapad ki. Nos, ezeket a sejteket új mezodermális sejteknek is nevezzük, és ezeket az agyvelő fogja irányítani, ezt látjuk beágyazva piros színbe, vagyis az agykéreg alatt találjuk meg az agyvelőt. Ezekben is vannak idegi központok, ezt látjuk a narancssárga felső keresztmetszeti képben, és ezek a félelmek, amik ide csapódnak be, mindig az önleértékeléssel kapcsolatosak. Az önleértékelés ugye önpusztítást jelent, nem csak lelkileg, de sejtszinten is, és a hozzá tartozó szövetekben, tehát sorvadás indul el fájdalom nélkül. Az önleértékelés mértéke megmutatja azt, hogy milyen szöveteket bontunk, az önleértékelés témája pedig az, hogy a testünknek melyik részét kezdjük el sorvasztani. És ugye ide tartoznak a csontok, az inak, ízületek, a csontokat elmozdító haráncsikolt izomzat, a haráncsikolt izomzatot ellátó osztógyűjtő nyirokerek, valamint a kötőszövet és zsírszövet.
Ezek lesznek tehát, amelyek előbb sorvadnak, aztán visszaépülnek, természetesen fájdalommal, ez alól kivétel a zsírszönet. Minő szerencse, mert különben hogy ordibálnának az emberek attól, hogy a zsírszövetük folyamatosan szaporodik. Nos, nagyjából akkor a lényeget itt remélem sikerült átadnom, hogy nem véletlenszerű az, hogy a teste melyik részében, melyik szövetében indul el a sejtszaporítás, vagy a sejtsorvasztás, vagy a működésváltozás. Ez már embriológiailag megalapozott, és azt se felejtsük el, hogy ha vagy sejtem, egyszerűen nem fog átalakulni egy másik sejté. Tehát senki se képzelje azt el, hogy egy prosztata sejtből mondjuk csontsejt lesz. Hát a kettő különböző csiralemezhez is tartozik, de a prosztata sejt még tüdősejté sem tud átalakulni, más dolga van a prosztatának és más a tüdőnek, gondolom ezt mindenki belátja, és nem tud már egy kifejlett sejt átalakulni egy másik működést bevállaló, ellátó sejté. Vagyis a megnyugtatás az, hogy nincsenek áttétek, kérem szépen, ezt felejtsük el. Akit érdekel, hogy mi történik a nyirokrendszerben, az megnézhető a nyirokrendszer és a lépről szóló előadást, és látni fogjuk, hogy a lebontott sejteket mindig a nyirokrendszer fogja számunkra újrahasznosítani, vagyis az nem áttét. Itt látjuk Halmer doktor tudományos táblázatát, ami hát egy fantasztikus munka, egy 1x1.60-as táblázatot képzeljünk el, csak hogy itt a szövegekben, hát hogy mondjam, távirati stílusban utal Halmer doktor azokra a konfliktusokra, amelyek megélésével az agyi központból elindul a szervi elváltozás. És ugye szóltam már a falat konfliktusokról, ezek a sárga színű oszlopban, az első oszlopban fognak helyet, ide tartozik a magány és egzisztenciális konfliktus is, vagyis amikor a túlélésem, a létezésem feltételeinek hiányából élek én meg félelmet, ezek az egzisztenciális konfliktusok, amire nagyon jól rásegítenek a különböző hát banki machinációk, a ki nem fizethető tartozások, az extrém kamatok és egyebek, és ide tartozik a magány, az elszigeteltség, az elkülönültség, hagyjatok békem, ne szólj hozzám, állapot, amely azzal jár, hogy a vizet visszatartja a szervezetünk, és így fog kialakulni a süregben a felgyülemlett víz, vagy a mellüregben, vagy a mellhártyaüregben, illetve a szívburokban a vízgyülem, de egy ízületnek a túlzott duzzanata mögött is az elhagyatottság, az elanyátlanodásnak az érzése áll. Tehát ez a leggyilkosabb érzés, amiről jó lenne leszoknunk. Persze ehhez tudnunk kéne, hogy kik vagyunk mi valójában, és akkor soha, de soha nem tudnánk megélni magányosságot, és nem gyűjtenénk be vizet, felesleges vizet a szervezetünkbe. A sárga oszlopnak az alján találjuk a símaizmokkal kapcsolatos programokat, ott is sejtszaporítás indul el, de a megoldásban a símaizom sejteket már nem fogjuk lebontani. Ne feledjük, hogy vannak símaizmok, és vannak haráncsikolt izmok, a kettő nem ugyanaz. Látjuk, hogy a símaizmok endodermális eredetűek, belső csiralemezből származnak, és emlékezünk, hogy a haráncsikolt izmok viszont a fehér állomány irányítása alatt vannak, és ezek új mezodermálisak. Nos, a narancssárga oszlopban felül látjuk a kisagyáltal vezérelt, alatta pedig a fehér állományból induló programokat. Mint említettem, a kisagya vélt vagy valós támadásokra fog szervi választ adni, azért mondom, hogy vélt vagy valós támadás, mert nem kell engem senki megtámadjon, elég ha attól félek, hogy az utcasarkon, ha befordulok, akkor szétrugják a fenekemet. Ez egy betegnek a története, akinek a szervi elváltozását a hétvégén ki fogom vetíteni az első online tanfolyamon. Ott tartunk, hogy vélt vagy valós támadások, illetve bemocskoltság. Mit jelent ez? Elcsúfítottnak érzem magam, vagy olyasmit mondanak rólam, amivel bemocskolják a becsületemet. Tehát ilyesmit kell ez alatt érteni, de természetesen, ha belepottyanok a pöcegödörbe, és ezt az egészet hatalmas konfliktusként élem meg, az is egy bemocskoltsági konfliktus lesz. A gondozási konfliktus pedig, amiről már szóltam, az a túlzásba vitt
aggódás. Mindig felteszem a kérdést, írja már meg nekem valaki, ha az aggódásával, de csak is az aggódásával megoldott-e már valamit az életében valaki. Semmi más nem tud megoldani, csak csinál magának egy fantasztikus meldaganatot, legyen szó férfiról vagy nőről. Teljesen mindegy, férfinak is volt már aggódás miatt meldaganata. A narancssárga oszlop második részében az önleértékeléssel kapcsolatos programjaink vannak távirati stílusban összefoglalva, és mint említettem, a csontok, az inak, ízületek, haráncsikoltizmok, izmokat ellátó erek, osztógyűjtő nyirokerek, és a kötőszövet, zsírszövet sorvasztása, majd visszaépítése tartozik ide, amit Hammer doktor luxus gruppének nevezett, mert igen, fantasztikus luxus az, hogy az ember nem tudja, hogy ki ő valójában, és leírja magát megfelelési kényszerből, vagy egyéb tudatlanságból. Az agykéreg által vezérelt programok a harmadik oszlopban, a piros oszlopban foglalnak helyet. Mondtam az elválasztási konfliktusokat és a birtok konfliktusok. Hát ugye a birtok az hatalmas probléma, mert ebbe szoktunk általában belepusztulni, amikor bosszankodunk, amikor féltjük a birtokunkat, vagy netalántán el is vesztettük, vagy ki akarjuk elölni a határait. Ezek mind-mind olyan történetek, amelyek nagyon komoly szervi elváltozásokat okoznak, de akit érdekel, ezt megnézi a birtok konfliktusok összefoglalásában, és alól találjuk azokat a programokat, amelyek működésváltozással fogják biztosítani a túlélésünket. Tehát mi a kérdés? Hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tudjuk ezeket feleslegessé tenni? Természetesen ez egy olyan előadás, ami egy összeszűkített, mondjam azt, hogy cippelt fájlja annak az előadásnak, ami valóban a háromnapos képzésnek a részét teszi ki, és nagyon lényeges lenne, hogy feleslegessé tegyük ezeknek a konfliktusoknak a megélését. Mert ne feledjük el, hogy ezeket a konfliktusokat mindig a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem indítja el bennünk. De hát én nem félek a haláltól. Hát ezt mindenki rögtön így mondja, igen, de ha nem félek a haláltól, akkor miért aggódom? Ja, mert mi lesz velem, ha a gyerekem meghal, ki fog engem öregségemre eltartani. Szóval jó lenne megjegyezzük azt, hogy ezek a programok, ezek hajszál pontosan, tükrözik azt, hogy melyek azok a félelmek, amelyek bennünk még nincsenek feloldva. Unalmában senki sem fog megbetegedni, tessenek megnyugodni, de ha nem oldjuk fel a félelmeinket, akkor élvezhetjük a krónikus betegségeknek a sorozatát. Tehát elmondom, hogy ha valaki nagyon unja, hogy egészséges, hogyan tudja magát megbetegíteni, mondjuk megél egy félelmet, és nem oldja fel. Ez a folyamatosan félelemben élek függő konfliktus aktivitás tökéletesen tönkre tud tenni minket, mert vagy túlzásba visszük a sejtek szaporítását, lesz egy hatalmas tumor, vagy túlzásba visszük a sejtek sorrasztását, és lesz belőle egy hatalmas kráter, mondjuk egy gyomorfekély, vagy egy mészájsebb, vagy éppenséggel megélem, hogy hülyét csináltak belőlem, de ezt nem tudom megbocsátani, és úgy maradok fél oldalra lebénulva. A policiklikus lefolyás az legalább nem unalmas, mert egyszer jól vagyok, egyszer nem, egyszer jól vagyok, egyszer nem. Láthatjuk, hogy a programok mindig kifutnak, és utána van egy kis szünet, és aztán megint újraindul minden. Miért? Mert nem zártam le érzelmileg azt, amit érzelmileg kellett volna lezárnom. Ezt értsük meg, kérem szépen. Ezt kellene helyre tenni, mert ha ezt helyre tennénk, akkor nem indítanánk el újra valamit. Tehát ha valakinek volt már mondjuk egy meldaganata, és nem tanulta meg abból, hogy nem kéne aggódni, nem kéne elválasztási konfliktust megélnem, vagy nem kellene a veszekedéseket folytatni, akkor természetesen újra lesz neki meldaganata. Vagyis ha nem tanultam meg a betegségemből azt, hogy mind kéne változtatnom, akkor természetesen meg fogok újra betegedni.
Ez a gyönyörű számomra a germán gyógytudomány tudományos táblázatában, hogy pont arra mutat rá, hogy hol kell javítanom még önmagamon az elfogadásban. És jön az a harmadik rész, itt látjuk a függő gyógyulást, amivel aztán tökéletesen tönkre tudjuk tenni magunkat minden szinten. Nem csak szervi szinten, agyi szinten is. Tehát látjuk, hogy megtörtént a konfliktus aktív fázis, és nem tud kifutni a program, mert újra, meg újra, meg újra sínre kerülök. Túl gyakran jönnek a sínek, és nem tud kifutni a megoldási szakasz, tehát állandó vendégünk lesz a fájdalom, hol erősebben, hol gyengében, és természetesen ez olyan szöveti elváltozásokat fog elindítani, amelyekre az előadásban majd külön példákat tudok mutatni. Na ez a függő gyógyulás az, ami legjobban tönkretesz minket, és ezt kellene megértenünk, mert ugye az egy dolog, hogy szervi szinten vagy túlzásba viszem a szöveteknek a szaporítását, vagy túlzásba viszem a sorvadását, akár agyi szinten is, majd meglátjuk a Rasmussen szindrómában, de az is lényeges kérdés, hogy a függő gyógyulásban ugye az anyagcsere folyamatok oda is visszakapcsolásával az agyban is megtörténik a változás. Tehát csökkenni fog az érintett agyi rész és a környezetének a teljesítő képessége, és a gyógyulási képessége is egészen a terápia rezisztens állapotig fog elmenni. Na ezeket az embereket már nehéz lesz visszahozni a normális állapotba. Ugye ezek a szervi szinten mindenféle hegesedéseket és tartós elváltozásokat fognak mutatni, de hogyha a függő gyógyulás mondjuk éppenséggel az elválasztási konfliktusban élem meg, mert minden nap eszembe jut, hogy már ez sincs velem, már az sincs velem, de a szomszéd benne tegye a lábát hozzám, mert utálom, ezek az oda-vissza történő elválasztási konfliktusok el fognak vezetni, kérem szépen, a demenciáig, vagyis a teljes elbutuláshoz fognak vezetni. Tessenek megnézni az elválasztási konfliktusokról szóló előadást, és megértjük. És meg fogjuk érteni azt is, hogy a hammeri gócokban is változás jön létre, és erre is utalni fogok a továbbiakban. Aztán ne adj Isten, ha még ebben az időszakban az embernek adnak valami méreganyagot, legyen az kemoterápia, vagy éppen valamilyen oltás, akkor ez a hammeri gócokban is landolni fog, és akkor elképzelhetjük, hogy milyen hatalmas reménnyel nézhetünk a gyógyulás elé. A negyedik természet törvényben Hammer doktor pont arra mutat rá, hogy kik a mi segítőink a gyógyulási folyamatban. Vagyis nem vagyunk egyedül. 10-szer több baktérium van a szervezetünkben, mint ahány emberi sejtünk. Mondhatnánk, hogy a baktériumainknál vagyunk mi vendégségben. Igen, kérem szépen, a gombák, a baktériumok, a gombabaktériumok és a vírusok, ezek a mi segítőink. Ezek nem kórokozók, ahogy azt Louis Pasteur elnevezte. Persze nem tudott hazugságban meghalni, mert a halálos ágyán beismerte, hogy a baktérium semmi, a millió, vagyis a környezet, a szervezet az a minden, tehát az számít, és nem a baktérium, de hát voltak, akik megfinanszírozták az ő kutatásait idézőjelbe, hogy azt a dolgot, amit ő úgymond feltételezett, aztán rájött, hogy nem úgy van, de mégsem mondta ki, hogy nem úgy van, mert hát kapott elég pénzt ahhoz, hogy ezt el ne árulja, de nem tudott meghalni ő se hazugságban. A Lyme-kor és negyedik természet törvényről szóló előadásban erről részletesebben beszélek. Szóval a gombák és a gombabaktériumok, vagy TBC baktériumok, látjuk, fognak segíteni lebontani a felesleges sejteket az agytörzs és kisagy programjaiba, vagyis a falat konfliktusokban, a vélt vagy valós támadások és gondozási konfliktusokban. A felesleges sejteket ők fognak segíteni lebontani. És vajon honnan tudja a szervezetünk, hogy hány ilyen segítőre van szükség? Nagyon egyszerű a történet. A DHS pillanatában már a konfliktus aktív szakasz alatt elindul ezeknek a szaporítása. És a megoldásra pont annyian vannak, ahánynak lennie kell. Az epileptoid krízisben agyi parancsra ezek eltűnnek, és megmaradnak olyan
minimális százalékban, számban, hogy az már nem kimutatható, vagyis mondjam úgy, hogy visszatereljük a katonákat a laktanyákba. Békeidő van, megoldottuk a krízissel a dolgokat. Az agyvelő és agykéreg által irányított programokban, vagyis önleértékelés, birtok és elválasztási konfliktusokban a baktériumok, illetve agykéregi szinten a vírusok lesznek azok, amelyek segítenek a visszaépítésben. Igen, kérem szépen, Hammer doktor írja, hogy vírusok, amennyiben ezek léteznek. Itt tudnék nyitni most egy hosszú monológot arról, hogy miért kérdőjeles dolog az, hogy vírusok egyáltalán léteznek-e, de most nem szeretnék ebben elmélyedni. Tény és való, hogy a humán papilóma vírus csak akkor lesz kimutatható egy hölgynek a mészáj nyálkahártyáján, hogyha a féltékenység miatt ő létrehozott egy mészáj sebet. Még nem fáj neki semmi. Ott van a kráter, és kimutatható a humán papilóma vírus. És mit mondanak? Hogy a humán papilóma vírus okozta az egészet. Hatalmas tévedés, kérem, ez olyan dolog, mintha azt mondanám, hogy a tüzet a tűzoltók okozzák, ezért vannak ott mindenütt, ahol ég a tűz. Nem, a humán papilóma vírust a mi szervezetünk hozta létre, szaporította fel, pont azért, hogy a megoldási szakaszban segítsenek visszaépíteni azt, amit tudatlanul lebontottunk. Szóval ezt tudom, hogy egy teljesen újszerű gondolkodást jelent a medicinában, de hát, hogyha valakinek kétségei vannak, ne higgyen nekem, de nézzen utána Hammer doktornak a munkásságában, és akkor rá fog jönni arra, hogy ebben hatalmas, de hatalmas igazság van. Igen, kórokozók azok, amik a szervezetünkön kívül vannak, és veszélyt jelentenek a túlélésünkre. Egy földdel szennyezett seb az mindig kimosandó, és ott igenis szükséges a megfelelő védelmet biztosítani. Természetesen én nekem ezzel ellen semmi, de semmi kifogásom nincsen. És vannak olyan helyzetek, életveszélyes helyzetek, mondjuk egy tüdőgyulladás, amikor be kell vetni az úgynevezett antibiotikumot, csupán csak azért, hogy a szervezetünk az exudatív fázisból visszamenjen a konfliktus aktív szakaszba biológiai szinten, hogy ne halljunk bele a túlzott gyógyulási folyamatban, de kitől függ ez? Ja, megint én vagyok a hunyó, mert túl sokáig voltam benne a félelemben, vagyis a birtokféltésben. Rengeteg részletet kéne itt még elmondani, de vannak erről külön előadások. És eljutottunk a legfontosabbhoz, az ötödik természettörvényhez, ami természetesen felteszi a koronát Hammer doktor munkásságára, mert egyszerű megfigyelés mindenki megteheti, ha hajlandó kinézni az ablakon és megfigyelni a természetet. Azért hoztam itt különböző képeket növényekről, állatokról, mert minden, ami él, az élni akar. És szerintem ehhez nem kell se állatkísérlet, se statisztikai kimutatás, ezt mindenki el tudja fogadni. Vagyis mindennek, ami bennünk történik, az értelme a túlélés és a faj fenntartásának a biztosítása. Hiszen pontosan ebben éljük meg a legnagyobb félelmeinket. Ez indítja el mindig a programokat, annak megfelelően, hogy én miként éltem meg, ugye az egyetlen valóság az én megélésem, és ennek megfelelően fogok elindítani a tudományos táblázatból egy bizonyos programot. De szükségünk van erre? Vagy tudnánk élni betegségek nélkül is? Nos, ez a nagy kérdés, és hogyha most már ezeket megértettük, akkor feltesszük a kérdést, hogy miért nem ezt tanítják az egyetemen? Hát ez teljesen egyszerű és logikus, és a kérdés az nagyon jogos, hiszen Hammer doktor azért küzdött, hogy elismerjék a téziseit, de a Tübingeni Egyetem bírósági végzésre sem volt hajlandó Hammer doktor téziseit ellenőrizni, vajon miért? Mert nem tudja bebizonyítani azt, hogy Hammer doktornak ne lenne igaza. A kezemben tartom Hammer doktornak a doktori disszertációját, és jelzem örömmel, hogy minden megjelent tanulmánya, könyve az most már megvan. Nagyon jó lenne, hogyha Hammer doktornak az eredeti munkásságát tanulmányoznánk, azon vagyunk, hogy magyar nyelven is megjelenjenek ezek a könyvek, és mindenkit elgondolkodtasson. A Trnavai Egyetem, vagyis a Nagyszombati Egyetem, ami ugye Pozsonyhoz tartozik, igazolta 98. szeptember 11-én,
hogy Hammer doktornak igaza van. Tehát megvan az egyetemi igazolás is, de több más ilyen felülvizsgálati eljáráson ellenőrizték Hammer doktornak a téziseit, és mindig mindent igaznak tudtak be. Ezek után akkor nézzük, hogy miről is szólnak ezek a ritka korképek, de hogy ezeket megértsük, ahhoz vissza kell lépjünk egy picit a vérképzésre. Hát ugye erről is van előadás, a csontok és a vérképzés, vagy a mieloma multiplexről szóló előadást, ha megnézzük, akkor hasonló képet fogunk látni. Azt tudjuk, hogy a vérnek az alakos elemeit, vagyis a vérsavóban úszkáló sejtjeinket, ezek az alakos elemek, ezek a csontvelőben képződnek túlnyomó részt, és ott látjuk fent az ős sejtet, a vérképző ős sejtet, és már is látjuk, hogy két irányba történik meg ennek az osztódása, fejlődése, vagy a mieloid, vagy pedig a limfoid ős sejt fog ebből létrejönni. A limfoid vonalat, ha nézzük az ábrának a jobb oldalát, akkor fogjuk eljutni oda, hogy a T és a B limfociták alakulnak ki, valamint a természetes ülősejtek. Nos, ez lesz tehát a limfoid vonal, és az a lényeg, hogy tudjuk, hogy ezek a limfociták, amik ugye a fehér vérsejtekhez tartoznak, látjuk alul a kapcsos zárójettel, a white blood cells megjegyzéssel, tehát a fehér vérsejtek csoportjába tartoznak ezek a T és B limfociták. Ezek jelző molekulákkal, vagyis fehérjékkel jelölik meg mindazt, ami bejutott a szervezetbe és testidegen, és ezeket fogjuk felismerni és elpusztítani, mondjam, hogy ez a túlélésnek a biztosítása sejtszinten. A többi fehér vérsejt, tehát ami nem T és B limfocita, az pedig a vele született védelmet biztosítja, de ezekről mondom az említett előadásokban részletesen hallhatunk. A Sézári szindróma egy krónikus limfoid leukémiának egy variánsa, ezt így írja le a szakirodalom, most ezt idézem, amit felelhetünk mondjuk interneten, vagy szakkönyvekben. Ennek egy agresszív lefolyású betegsége, úgy hívják ezt a Sézári szindrómát. Az eritroderma azt jelenti, hogy piros bőrkiütések, vagy piros bőr felszínek fognak megjelenni, a limfadenomegália, ezt rövidítve LGL-lel szokták rövidíteni, nyirokcsomó megnagyobbodást jelent, vajon miért, mert éppen gyógyulásban vagyunk. A palmoplantáris hiperkeratózis annyit jelent, hogy a tenyeremen és a talpamon a bőr megvastagodik. A keringő cerebriform magvó nagy atipusos mononukleáris sejt, ez csak annyit jelent, itt látjuk jobb oldali képen, a sejt mag a képe mikroszkóp alatt az agynak a mintázatát hozza föl az emlékeinkből, ezért nevezik cerebriformnak a magvot. Ezek igencsak nagy sejtek, ezért mondják, hogy atípusos, mert nem a típusos T-sejtes limfocita, hanem attól sokkal nagyobb, és létrejönnek az úgynevezett Sézári Lutzer sejtek. Na most, tehát van külön Sézári, meg van külön Lutzner sejt, az egyik kisebb, a másik nagyobb, nem menjünk ennyire bele a részletekbe. A lényeg az, hogy azt látjuk, hogy ezek a T-sejtek valamiért ugye megváltoztatták az alakjukat, és nagy számban előfordulnak, vajon miért? Hát pontosan azért, mert elakadt a gyógyulás. De mit jelentenek ezek a tünetek, hogy eritroderma, limfadenomegália, stb. Stb.? Hát nagyon egyszerű, folyamatos önleértékelés és elválasztási konfliktust tapasztalunk meg függő gyógyulásban. Már megint itt az ábra a függő gyógyulásról. Az elválasztási konfliktus adja a bőrtüneteket. Egyezünk meg. A bőrtüneteknek a következménye, hát mivel ugye nincsen lezárva a program, ezért oda-vissza történnek a folyamatok, és ezek a bőr elváltozások, ezek teljesen természetesen ott maradnak, sőt, egyre vastagodnak, és fogják adni ezeket a foltokat.
Az önleértékelés függő gyógyulásban pedig adja a nyirokcsomónak a megnagyobbodását, és az elváltozott T-sejteknek a megjelenését. Ugye ne feledjük, hogy T-sejtes limfocitáknak az atipusos formáit találjuk, és ezt a krónikus limfoid leukémiának egy variánsának nevezi a mai medicina. Tehát miről kéne leszoknia egy Sézári szindrómás embernek? Az önleértékelésről és az elválasztási konfliktusról. Ennyi lenne az egész, és akkor, ha nem túl sokáig tartottak ezek a programok, akkor sikerülne neki is helyrehoznia önmagát. De ki tudja, hogy milyen folyamatos önleértékelésben van, mármint függő gyógyulásban, mert ugye nincs feloldva érzelmileg a program, és ezért újra meg újra elindul, és megoldódik, elindul, és beindul a megoldása, és ez teljesen átalakítja magát a nyirokrendszert, és akkor természetesen, hogy ez hatni fog a benne levő T-sejtekre is. Nos, ennyit a Sézári szindrómáról. A másik a mycosis fungoides. Hát ugye azt tudjuk, hogy ez a fungoides, az ugye a gombára utal. A mycosis is gombát jelent, a fungoides a fonalakra irányul, mint megnevezés. Hát itt a DHS természetesen egy támadási vagy elcsúfítottsági konfliktus és egy elválasztási konfliktus természetesen. A talpunkon vajon mit fogunk megélni? Pontosan azt a konfliktust, amikor az a gondom, hogy ahol én vagyok, ahol én tartózkodom, ott állandó támadásoknak vagyok kitéve, és ettől szeretnék elszakadni, elválasztódni, elrugaszkodni. Na, ez fogja okozni a talpunkon megjelenő bőrtüneteket. És hát ugye ez megjelenhet ekkora nagy területen, de megjelenhet csak egy talpi szemölcsnek a képében is. Mindig mitől függ a történet? Hogy milyen hosszú a konfliktus aktív szakasz, és a megoldási szakaszt hányszor akasztom el. Teljesen természetes. A megoldást követő fázisban jönnek a vörös kiütések azokon a bőrterületeken, ahol ez megéltük a konfliktust, és itt lesznek a viszkető, vékony kiütések. Nagyon lényeges dolog itt is az, hogy a függő gyógyulás lesz az, ami tönkre teszi az egészet. A mai medicina ezt ismeretlen eredetű, lassú lefolyású, idült megbetegedésnek nevezi, ami a bőrből indul ki, esetek nagy részében ott is marad. Ezt szó szerint idéztem. És T-sejt limfóma csoportjába sorolják, 40 év felettieknél jelenik meg általában, ugye, és itt mindenféle egyebet feltételeznek, azt mondja, hogy ekcémás típusú kontaktallergia talaján alakul ki. Vagyis már van egy elválasztási konfliktus, amihez még hozzáteszek egy támadási konfliktust, és ez ugye a megoldásban, a lebontásnál megjelennek a gombák. Ez ennyire egyszerű. Aztán leírnak itt premikótikus szakaszt, hát nyilvánvaló, hogy amíg a támadási konfliktus nem kerül megoldásra, addig nem lesznek kimutathatóak a gombák. Aztán lesz makulózus folyamat, amikor megjelennek a hólyagok, mert a bőr, az elválasztási konfliktus kezdett el javulni. Van az infiltratív szakasz, bizarr megjelenésű plakkokkal, éles szélekkel, úgy hát ez a megoldási szakasznak a részéhez tartozik. És a tumoros szak, amikor ugye már félgőbszerűen kiemelkedő, lágytapintató vagy kifekélyesedő dolgok alakulnak ki. Miért? Mert függő gyógyulásban maradtam. És természetes az is, hogy ilyenkor a vérképben a limfociták számának megnövekedését fogják kimutatni, meg az atipusos T-limfocitákat. Úgyhogy ez teljesen egyértelmű és érthető. De a mai medicina azt mondja, hogy lefolyása nem megjósolható, és a prognózisa kedvezőtlen. Akkor miért fontos a korai diagnózis? Hogy minél korábban adjak a betegnek egy diagnózis sokkot, amitől elveszem még az életkedvét is. Szóval ténylegesen jó lenne elgondolkodnunk azon, hogy ezeket a programokat mindig
az öt természet törvény alapján be tudjuk azonosítani, ha tudom azt, hogy melyik csiralemezből származik az adott szövetem, és tudom, hogy ahhoz milyen konfliktus típus tartozik, akkor tudom, hogy ott mit kell megoldani. Ennyire egyszerű, kérem szépen, a mai medicinát megérteni, ha belevisszük Hammer doktor logikus gondolkodását, és csak erre szeretném a mai este felhívni mindenkinek a figyelmét. A Rasmussen-szindróma, ugye úgy hívják másképpen, hogy krónikus fokális encefalitis, vagyis agygyulladás. Na most külön beszélnek a szindrómáról, és külön az encefalitisről, hát vajon miért? Mert vannak tünetek, amelyek akkor is jelen vannak, amikor nincsen az agyi részben gyulladás, és van olyan, amikor van az agyi részben is gyulladás, meg vannak tünetek is. Hát ez megint csak az akadémikus gondolkodásnak a része, természetesen, mert hogyha betesszük ezeket a tüneteket a Hammeri iránytűbe, akkor mindent fogunk érteni. A Rasmussen betegséget az akadémikus orvoslás a ritka gyulladásos betegségek kategóriájába rakja, amelyek az agyban fellángolnak. Nos, kérem szépen, az agyvelő gyulladást általában 15 év alatti beteg gyermekek élik meg, leggyakrabban a betegséget 6 éves gyerekeknél diagnosztizálják, a serdülők és a felnőttek esetében az agyvelőgyulladás, az encefalitis már ritka, de az egyéb tünetek azok viszont megvannak. Nos, a betegség előre haladtával az orvosok progresszív atrófiát, vagyis agyi sorvadást észlelnek az agyban, és a legtöbb tudós úgy véli, hogy autoimmun antitestek okozzák a Rasmussen encefalitiszt. Nézzük meg akkor, hogy miről is szól ez. Mozgással kapcsolatos konfliktusról van szó, mely egyértelműen ebből adódóan, vagy az anyával, vagy az apával, zárójel partnerrel kapcsolatos. Miért? Mert fél oldalt érintett az agy, és féloldaliak a mozgással kapcsolatos tünetek is. Tehát innentől már tudjuk, hogy a kezűség alapján, hogy éppenséggel kivel kapcsolatos, vagy hát ugye ez egyszerűen kiderül az anamnézisből is. És hát miért a gyerekeknél jelentkezik? Mert vajon mi lesz a probléma? Az a konfliktus, amit a gyermek a mozgás korlátozásában él meg, és még tesz hozzá újabb tüneteket, az természetes, hogy a megfelelő kórképet létre fogja hozni, és itten valójában az a kérdés, hogy mikor változik meg a gyermeknek az életkörülménye. Mert ha újra és újra megtörténhet a bántalmazás, akkor ez a félelem a gyermekben újra meg újra megjelenik, aztán alábbhagy, aztán újra megjelenik, és ezért érinti csak fél oldalt az alsó és felső végtagokat, és ezért lesznek ezek az úgynevezett fokális motoros rohamok. Ha hozzátesz a gyerek elválasztási konfliktust is, akkor eszméletvesztéssel, ha nincs elválasztási konfliktus mögötte, akkor természetesen csak a motoros rohamok fognak kialakulni, tehát mozgással kapcsolatos izomrángások, hogy ezt mindenki értse, hogy miről van szó. A bevezető szakaszt prodromális szakasznak nevezi a szakirodalom, valójában a maga konfliktus aktív fázis, és ezt követik utána a tünetek, vagyis ami függő gyógyulási szakaszról beszélünk, de ezeket a függő gyógyulásos szakaszokat, rángásokat, ezeket policiklikusan is képesek vagyunk újra meg újra megtenni. A gyermekeknek a bántalmazása sajnos nem ritka történet, és természetesen, hogy ennek az egésznek az agyban is meg lesz a következménye, és erre utaltam ma kivételesen a függő gyógyulásnál, amikor ugye mondtam, hogy az agyi reléket teljesen szét fogja verni a fel nem oldott visszatérő konfliktus. Az agyunkban ugye tudjuk, hogy nem csak idegsejtek, hanem gliasejtek is vannak. Mondjuk, hogy 50-50%-ban, de a gliasejtek sokkal kisebb méretűek, mint az idegsejtek. A gliasejtek valójában speciális kötőszöveti sejtek, amelyek felszaporodnak az idegsejtek túlzott igénybevétele miatt.
mert masszív a konfliktus tömeg, de a függőgyógyulás miatt kialakul a sorvadások, mert építek és bontok, és egyre többet fogok lebontani, és ez okozza az agynak ezt a sorvadását, amit hát ezen a CT-képen láthatunk, és hát nem kell hozzá különösebb szaktudás, csak ugye el tudjuk képzelni, hogy itt szimmetrikus dolgokat kéne lássunk a középvonal két oldalán, és egy teljesen elváltozott agyi CT-képet látunk. Tehát az a lényeg, az encefalitis, az, vagyis az agyi gyulladás a gliasejteknek a következménye, a gliasejtekben fellépő gyógyulási folyamatnak a következménye, és ez az oda-vissza játék, ez a kibekapcsolása a konfliktusnak az agyférteke elsorvadásához fog vezetni. A neuroglia-sejtek ugye az agy és a gerinc előtt teljes térfogatának, mint mondtam, mint egy a felét teszik ki. Van négy típusuk, az asztrociták, oligodendrociták, mikroglia, ependima-sejtek. A neuropátiákról szóló előadásban részletesen beszélek ezekről a sejtekről, ezeknek a sejteknek a feladatáról, a véragygátról és egyebekről. Itt azért kellett megemlítenem, hogy megértsük, hogy ezeknek a sorvadása, illetve a fellángoló gyógyulási szakaszokban jönnek létre ezek a encefalitiszek. A következmény az egyértelmű, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen agyi CT-t rendbehozni már nehéz lesz egy bárkinek is, főleg fiatal korban történt bántalmazás miatt, mert ez csak azzal fog járni, hogy a gyermek visszamarad a kognitív fejlődésben. Mindazok a konfliktusok, amelyek nincsenek megoldva fiatal korban, azok tartós viselkedésváltozást és egyéb dolgokat fognak létrehozni. Szóval lehet ezt a sort még folytatni, de nem szeretném, mert csak azért mutattam be ezeket a ritka korképeket, hogy bármit is mondanak nekünk, akármilyen fantasztikusnak hangzó diagnózist, vagy hogy ritka betegség, vagy hogy gyógyíthatatlan, vagy ilyesmi, nem kellene rögtön megijednünk. A diagnózis sok, az a legtöbb esetben sokkal nagyobb problémát okoz, mint maga a biológiai program. Ez nagyon komoly tapasztalat, mert elhisszük azt az orvosnak, hogy gyógyíthatatlan. Olyan esetekről tudunk, hogy amikor az orvos kijelentette, hogy 3 hónapja van hátra, és hatalmas fájdalmak közt fog meghalni, a beteg hazament és felakasztotta magát. Nagyon szépen kérek mindenkit. Fogadjuk el, hogy az orvos ezt mondja, mert neki ezt tanították, ő ebben hisz, de keressük meg a megoldást. És azt se felejtsük el, hogy az orvosi diagnózisok 20%-a, vagyis 1/5-e téves. Jogunk van újabb és újabb vizsgálatokat kérni, de nem a vizsgálatok lesznek azok, amelyek meggyógyítanak minket, hanem az, ha rádöbbenünk arra, hogy a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások okozzák a tüneteinket, tehát innentől kezdve csak tőlünk függ az, hogy mennyit fogunk szenvedni, hogy meddig ültünk a konfliktus aktív szakaszban, és hány ilyen biológiai programot szedtünk össze, mert ugye a konfliktusok halmozásával meg fog változni a viselkedésünk. Ebből mind következik, hogy nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe az, ha valaki nem táplálkozik rendesen, mert extrém diétákat folytat, pont akkor, mikor a szervezetének szüksége lenne fehérjére, ő nem eszik, mert hát nem tudom, a vallása vagy az elképzelése tiltja. Nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe az sem, hogy baleseteket szenvedünk el, ez mindig a figyelmetlenség következménye, mert nem vagyok jelen a pillanatban, nem arra figyelek, amit csinálok, hanem az eszemmel valahol máshol vagyok. Nem tartoznak ide a mérgezések, legyen szó gombamérektől egész kemoterápiáig, nem tartoznak ide a sugárkezelések sem, és természetesen az orvosi műhibák sem. De a germán gyógytudományba beletartoznak mindazok a betegségek, amikről eddig elhitették velünk, hogy krónikus, hogy gyógyíthatatlan, hogy rosszindulatú, stb. Vagyis, ha feloldjuk érzelmileg azokat a félelmeinket, amelyek elindították bennünk ezeket a biológiai programokat, és végre megnyugszunk, mert tudom, hogy a biológia
nem ellenem, hanem értem dolgozik, akkor rá fogunk jönni, hogy meg is gyógyulunk. És nagyon lényeges tudnunk azt, hogy tényleg tudomány a germán gyógytudomány. Nem idézőjeles tudomány. Azért, mert reprodukálható. A reprodukálhatóság a tudományosságnak az alappillére. Ami nem reprodukálható, az nem tudományos. És rengeteg orvosi cikkről, illetve hát felfedezésről, sőt, Nobel-díjas felfedezésről is kiderült, hogy nem reprodukálható. Ezekben most nem szeretnék belemenni. Összehasonlítható, tehát tudhatom, hogy ugyanúgy fog történni a program mindenkinél. És előre jelezhető természetesen, ha tudom, hogy mikor éltem meg a konfliktust, és azt is tudom, hogy mikor oldottam fel egyszer és mindenkorra. Tehát érzelmileg, és nem elakadt a gyógyulásom, meg tudom mondani, mikor fejezem be. De ha elakadt a gyógyulásom, és szenvedek már 5 éve valamitben, és feloldom ezt a konfliktust végre, akkor lehet, hogy 5 hét múlva minden tünetem eltűnik. Természetesen tudnunk kell, hogy miről van szó. Vagyis itt nem statisztika és állatkísérlet lesz az, ami bizonyságul kell szolgáljon, hogy valami úgy van, vagy nem úgy van. Az állatokkal elképesztő módon bánunk, teljesen elképesztő módon, de visszakapjuk ezt a fajta hozzáállást, a világ most úgy bánik velünk, ahogy mi bánunk az állatokkal, ez egy teljesen természetes dolog, visszanyal a fagyi, mert majd mikor rájövünk arra, hogy az állatok is élőlények, amelyek szintén képesek érzelmileg megélni dolgokat, a félelmüket fel nem oldva csinálnak ők is maguknak biológiai programokat, akkor meg tudjuk érteni, hogy van némi különbség köztünk és az állatok között, mégpedig az, hogy a racionális gondolkodással képesek vagyunk felfogni azt, hogy mi az, ami a viselkedésünkben állati, és mi kéne legyen emberi. Mert amikor az emberi viselkedés veszi át az irányítást az életünkben, akkor már nem fogunk küzdeni sem a falatért, sem a túlélésért, sem a birtokért, és onnantól kezdve békében fogunk élni önmagunkkal és a világgal. Vagyis ha érzelmileg megoldom, és lezárom azokat a kellemetlenségeket, amelyeket ma is megéltem, akkor nem fogom tudni magamat megbetegíteni. Én köszönöm mindenkinek a figyelmét, és remélem, hogy a terminus technicusok ellenére, a szakmai kifejezések ellenére is sikerült a lényeget átadnom, megértetnem.